Sziasztok sporttársak! Üdvözöllek titeket a mai videóban! Ma egy 1000 kitörés kihívást fogtok látni, ahogy azt a videó címéből már leszűrhettétek, és amire nem más hívott ki, mint a Team Sportaholic, vagyis Bálint és Zoárd, és aminek én most megpróbálok eleget tenni. A szabályokat tekintve 1000 kitörést kell megcsinálni, 1-2 percre meg lehet állni, időközönként lerázni a combokat, egy kicsikét pihenni, szusszanni, viszont addig nem ér véget ez a feladat, ameddig az 1000 kitörés nem sikerül, vagy amíg el nem halálozik a sportoló. Nincs más hátra, mint hogy előre, úgyhogy vágjunk is bele! Az első 100 meg is volt. És egyébként ez lesz a taktikám. Nem 1000-et fogok megcsinálni, hanem 10x100-at. Biztos vagyok benne, hogy ti is szoktátok csinálni kardió közben. Hogyha van 30 perc kardiótok, akkor nem 30 percetek van, hanem 6x5 perc. 5 percet sokkal könnyebb megcsinálni, úgyhogy én 100-akat fogok csinálni. Be all on my line about nothing. Why won't you go get you a dollar or something? Dollar or something. Get you a dollar or something. Something. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Dollar or something. Get you a dollar or something. Something. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Dollar. Marquez Degni. $300-nál járunk, és most már nem kellemes a dolog. Csak egy kis érdekesség a videóhoz. A susnyás meg az erdő közepén kezdtük el felvenni az intrót, de mindig közbe jött valami, mindig vagy elhaladt valaki, aki valami íratlanul nagyot tüsszentett, úgyhogy újra kellett vennünk, vagy a természet hangjai, tehát a levelek susogása és a madárcsicsergés mellett egy-két ember sátáni hangokat hallatott, valószínűleg az előzőleg elfogyasztott bab és egyéb hüvelyesek hatására, tehát nem könnyű ez a YouTube-os videós élet. Oké, menjen tovább, hadd szóljon. Egy kicsikét nehezemre eszik. Nehezen, ha. Én ezt az 1000-et meg fogom csinálni. A másik lehetőség az az, hogy egyszerűen csak beburulok ide a susnyásba, vagy a fűbe. Már gyerekkoromban annyira makacs voltam, hogy ha én valamit a fejembe vettem, azt megcsináltam úgy, ahogy volt. És egy csomó mindenhez úgy állok az életben is, hogy ha van egy célom, akkor kettő lehetőség forog fenn, vagy kettő esetőség. Az egyik az, hogy elérem a célomat. Lehet, hogy ez csak időkérdése, tehát lehetséges, hogy x héten, x hónapon, vagy x éven belül, vagy x évtizeden belül, vagy egyszerűen felfordulok. I've been on a flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Nem akarom letolni a gatyámat, de a combjaim olyan szinten be vannak durranva, hogy az valami hihetetlen. Meg érzem, hogy a fenekem is feszül rendesen. Ez, amit Bálint említett a videó végén, hogy úgy érzi, hogy szétszakad a feneke. Én már most érzem, hogy ég. És már most érzem, hogy itt gondok lesznek. Pick it up, ooh, I'm a real one, my day one. Try to speak up, can't say none. Try to dig dirt, there ain't none. I make the money, that save up. 10, 10, 80, my save on. Take to the top from the basement.
like Venice. I'ma wake up, do damage. Join number 70s board though. Working all night, need more though. I remember nights I was poor though. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. I'm in my car. It's already 600. I know. You know what I realized during this couple hundred lunges? Actually, it's a lot. I'm sorry, my finger slipped several times inside. Okay, you will not get paid. Don't worry about it. Az a pillanat, a war cry pillanata. Istenem, ezt magamra kötöm. Remélem, ezt nem fogom a földön húzni, de hogyha húzom, az se baj. Kilencszáz. Ez az a pont, ahol már egyszerűen nem szabad feladni. Ha már valaki megcsinált 900-at, és már csak 100 maradt, tehát 10%, ahogy Bálint is mondta, hogyha most feladod, akkor kidobhatod a kukába ezt a 900-at. Nem az a probléma, hogy ég az izom, mert már nem ég az izom, viszont már nem tudok uralkodni az izmaim felett. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen már hiába adom ki a parancsot, hogy az adott izomnak, a combnak úgy kéne mozognia, vagy a lábnak úgy kéne mozognia, ahogy én azt elképzelem, már nem megy. És itt már a számolással is gondok vannak, valószínűleg már csúsztam egy kicsikét. Nem tudom, hogy most éppen pluszban vagyok-e, vagy mínuszban, úgyhogy biztos, ami biztos. Nem akarom, hogy az legyen, hogy a nyelvem is összeakad. Tehát nem akarom, hogy az legyen, hogy mondjuk 990-et csinálok meg, hogy megcsinálom a következő 100-at, és még egy 50-et ráverek. De nem azért, mert hogy akkor én 50-nel most többet csináltam, mint ami a cél, hanem azért, hogy biztos legyek benne, hogy megvolt az 1000 darab. Lehetséges, hogy már most többet csináltam egyel vagy kettővel, mint 900, vagy kevesebbet, de inkább többet csinálok, mint kevesebbet. Oké, hadd szóljon! Ezer. Elméletileg 1000. Húha. Ajaj. Jajajaj. Hú. How many more? 50. 50. 50 more. Goodness. 50 more. Sky is so beautiful on screen. Oh really? I haven't noticed. Are we going? Yeah. Come on. Megvan. Megvan. A technikai szünet. Rögtön itt a helyszínen a tapasztalatom. 1000 kitörés, nehéz. Az első 200 vagy a 300 volt a legnehezebb, akkor még égett az izom, viszont utána már nincsen izomégés,
hogy körülbelül 600-nál már jelentkeznek koordinációs problémák, és olyan 700-800 környékén, amit mondtam, hogy egyszerűen nem úgy működnek a lábak, az izmak, a koordináció, ahogy az kellene, azért ez húzós. És valószínűleg a combom az holnap iszonyatosan fog égni. Amit még így a videó végére el szeretnék mondani, vagyis hát nem a legvégére, mert még lesz majd egy meglepetés, úgyhogy maradjatok velem. Tehát ami a tanulsága ennek a videónak, az az, hogy nem feltétlenül kell minden kihívásba beleállni, csak azért, mert valaki azt mondja, hogy csinálj meg valamit, nem feltétlenül kell megcsinálnod. Viszont ennek a kihívásnak a Team Sportaholic részéről nem az volt a célja, hogy bebizonyítsuk azt, hogy most ki a keményebb, vagy ki a gyengébb, hanem az, hogy egymást, mint fitness tartalomgyártót motiváljunk, valamint az, hogy hozzuk össze ezt a fitness közösséget, mert valószínűleg tartom, hogy körülbelül az ő nézőközönségük 60-70%-a, meg ti, akik nézitek az én videóimat, ez körülbelül ugyanaz, tehát van egy nagyon nagy keresztmetszete a két csatornának, illetve Dennis Burkhard, illetve háromharmad Elias Borsiki Petinek is a nézői között. Tehát ezzel arra akarok célozni, hogy ennek az egésznek a tanulság az az, hogy legyen egy cél, és a célt szem előtt tartva haladjunk mindig, nem csak a sporton belül, az életen belül is, és mi fitness tartalomgyártók ösztönözünk másokat a sportra, a mozgásra, a célkitűzésekre, a sporton belül, a sporton kívül is, és hogy valamilyen szinten mutassunk példát, hogy mi ugyanazon a területen belül tevékenykedünk, de mi nem riválisai vagyunk egymásnak. Tehát mi abból hosszú távon nem hozunk ki semmi jót, hogyha mi egymásra köpködünk, vagy be akarjuk bizonyítani, hogy most ki a jobb, vagy ki az erősebb, vagy ki a kitartóbb, hanem abból profitálunk mi is, hogyha egymást motiváljuk. Tehát engem például ez nagyon-nagyon motivált, hogy Bálint bemutatta azt, hogy igen, lehetséges, emberileg lehetséges megcsinálni 1000 kitörést. Tehát ezen a ponton véleményem szerint nekem már könnyebb dolgom volt, mint Bálintnak, mert Bálint ezt még nem csinálta meg, tehát ő még nem tudta azt, hogy ez mekkora kihívás lesz. Viszont én már előrébb voltam, én már láttam azt, hogy Bálint megcsinálta, úgyhogy én már abban a tudatban voltam, hogy emberileg lehetséges megcsinálni, úgyhogy nekem valamilyen szinten pszichológiailag könnyebb volt. Tehát, amit ki akarok hozni ebből az egészből, szerintem értitek, csak kicsikét már zavaros a gondolkodásom így 1000 kitörés után. Tehát, ha mi egymástól tanulunk, mint fitness youtuberektől, hogyha mi egymást motiváljuk, és a pozitív dolgokat lessük el egymástól, ez akár mondjuk a videó minőségét illeti, ez akár a kommunikációt, akár a sport teljesítményt, ez pozitív hatással van ránk is, és ezáltal, hogyha tanulunk, ezáltal mindannyian fejlődünk, mert nekem van mit tanulnom tőlük, vagy a többi fitness youtubertől, nekik biztos, hogy van olyan, amit esetleg tőlem tudnak tanulni, és ezáltal mi folyamatosan fejlődünk. És ezáltal ti is, mint közönség, folyamatosan fejlődtök, és azt látjátok, hogy igen, ezt lehet így is, lehet egymást támogatni, lehet így előre haladni, és ez jó nekünk is, mint tartalomgyártóknak, mint sportolóknak, és ez jó nektek is, mert egyre jobb minőségű tartalmat kaptok, és azt látjátok, hogy jé, ezek együtt tudnak dolgozni, ezek folyamatosan motiválják egymást, folyamatosan, ha bár vannak eltérő céljaik, de tudnak egymásnak segíteni. És az életben is pont ez a lényeg. Az a lényeg, hogy egymást segítsük, pozitív hatással legyünk egymásra, és hogy tanuljunk egymástól. És rövid távon és hosszú távon is ennek lesz eredménye. Most viszont menjünk haza. Már majdnem végeztem a videó vágásával, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha így a videó végére csinálnánk egy nyereményjátékot. Tehát amit itt láthattok, egy kreatin monohidrát, egy Whisper és egy tejsavó fehérje, amit most nyerni lehet. Ehhez nem kell más tennetek, csak kövessetek Instagramon, kövessétek a Genius Nutrition magyar oldalát is Instagramon, és a legutóbbi posztom alá, ahol valamelyik Genius Nutrition termékkel szerepelek, jelöljetek meg 3 embert. Május 1-én sorsolunk, és a következő videóban kiderül, hogy ki nyerte a csomagot. Sporttársaim, remélem, hogy szórakoztató volt a videó, köszönöm, hogy velem voltatok ezen pár perc erejéig, találkozunk a következő videóban, addig is jó egészséget kívánok nektek, és produktív hetet. Sziasztok!